Király Ági vagyok, régész. Régészeten kívül pedig fermentálással foglalkozom, illetve ezt tanítom, különféle erjesztési technikákat az embereknek. A fermentálás az igazából magyarul erjesztésnek feleltethető meg. Különféle mikrobiológiai tartósítási módszereket sorolunk ide, különféle technikái vannak, tehát a kovász készítéstől, kovászos kenyérsütésen keresztül, az alkoholos erjesztésen át, az ecet készítésig, illetve a tejsavas erjesztéssel való savanyúság készítésig. Rengeteg műfaja van, itt különféle alapanyagokból, különféle mikroorganizmusok segítségével különféle végtermékeket tudunk létrehozni, abszolút természetes folyamatoknak a megzabolászásával. A fesztiválon három különböző alkalommal találkozom a közönséggel. Az első napon a tejsavas erjesztésnek, a laktofermentálásnak egy ilyen gyakorlati gyors tarpalóját tanultuk meg, illetve néztük meg gyakorlatban és elméletben is, tehát itt a kovászos uborkához, savanyú káposztához hasonló termékeket mindenféle szezonális alapanyagokból megtanultunk kétféle módszerrel elkészíteni. A második napon gyors erjesztésű gyümölcsleveket, italokat, eceteket, alkoholos gyümölcsitalokat, vaderjesztéssel készülő söröket, borokat fogunk, pezsgőket fogunk kóstolni, illetve megtanulni az elméletét és gyakorlatát annak, hogy hogy kell ezeket elkészíteni. És mivel ugye ez egy viszonylag gyors módszer, és mivel nyár van és meleg van, ezért most van lehetőségünk arra is, hogy az első és a második napon közösen készített termékeket, azokat a fesztivál utolsó napján megkóstoljuk, és megnézzük, hogy mit alkottunk közösen. Az erjesztett élelmiszerek előállításának, illetve fogyasztásának is számos előnyös élettani hatása van. Egyrészt ugye itt olyan mikroorganizmusok vesznek részt az ételkészítésben, amelyek a mi bélflóránkat is kolonizálják, tehát velünk szimbiózisban élnek. Tehát az így előállított termékek, hogyha élő formában nyersen esszük meg őket, akkor probiotikusak is. Ezáltal a teljes emésztőrendszerünket tudjuk támogatni velük. Másrészt ugye teljesen természetes só, víz, illetve a zöldségek felhasználásával tartósítószermentesen tudunk ilyen savanyúságokat hosszú távra is eltenni. Másrészt pedig ugye egyrészt leképezzük a környezetünket egy üvegben, amelyet magunkhoz veszünk, és így egyé válunk az egész folyamattal. Mindig szezonálisan tudunk ilyen jellegű ételeket készíteni, és itt talán vissza tudunk térni az egészséghez és a gyökereinkhez, vagy az egészségünket meghatározó legfontosabb alapelvekhez. Illetve a baktériumok azon kívül, hogy probiotikumnak számítanak, és elfogyasztjuk őket a savanyúsággal együtt, az alapanyagokat egy ilyen enzimes pontó folyamat során elkezdik előemészteni, ezáltal a mi emésztőrendszerünknek sokkal kevesebb munkája lesz az ételeknek a megemésztésével, sokkal több ásványi anyag, vitamin tárul fel, illetve vannak olyan antitápanyagok, amelyek például gyulladást tudnak kelteni az emberi szervezetben. A hüvelyesek, illetve gabonafélék esetében különösen fontos ez a szempont, ez pedig az erjesztés során nagy részt semlegesítődik, és így sokkal táplálóbb ételeket tudunk magunkhoz venni. Az erjesztéssel való tartósítás és ételkészítés szokása az ilyen 50-60 évvel ezelőtt még szerintem minden háztartásban jelen volt, hogyha másképp nem, akkor kovászos kenyérkészítés vagy savanyú káposzta eltevése télire, vagy kovászos uborka készítés nyáron, ez minden családnál megjelent. Aztán ahogy az ipari módszerek elkezdtek fejlődni, és a gyors tartósítási eljárások, amikor nem kell napokig figyelgetni a savanyúságot, hogy jó irányba halad-e az erjedés, hanem csak elkészítjük, dunsztoljuk és feltesszük a polcra, ezek elterjedtek, akkor ugye nyilván lustaságból, meg kényelmességből az emberek elkezdtek áttérni olyan ételkészítési eljárásokra, aminek aztán most a káros oldalát most kezdjük el megtapasztalni, tehát hogy ezeknek a hosszú távon az egészségünkre negatív hatása van. Ahogy ezek a házi tartósítási befőzési eljárások kikoptak a divatból, vagy meggyérültek, úgy körülbelül egy ilyen néhány évvel ezelőtt kezdték újra felfedezni az emberek ezt az ételkészítési eljárást. Egyébként maga a fermentálás szó is azért honosodott meg így a köztudatban Magyarországon, mert kapcsolódik ehhez az egészséges életmód irányzathoz, illetve ilyen életmódváltás, természethez való kapcsolódás, gyökerekhez való visszatéréshez. És az erjesztés, mint olyan, az még mindig
bír egyfajta pejoratív felhanggal, hogy ilyen rohadt élelmiszert fogyasztunk, pedig a kettő nem ugyanaz. Ugye ez egy szabályozott folyamat, aminek a terméke egy teljesen biztonságos és az egészségre nézve hasznos termék. Úgyhogy manapság én azt látom, hogy ugye akik ez iránt a téma iránt érdeklődnek, ők 99%-ban valamilyen egészségügyi, már meglévő egészségügyi probléma miatt fordulnak e felé a konyha technológiai eljárás megtanulása felé. Aztán ahogy elkezdik felfedezni a jótékony hatásokat, egyre inkább kitárul a világ és színesedik a paletta, tehát a hétköznapi sütés, főzés, ételkészítést is fel lehet dobni, változatossá lehet így tenni. Arról nem is beszélve, hogy természetesen ez egy tartósítási eljárás. Tehát most kezd újra divatba jönni, és tényleg van nekünk egy kis közösségünk, ahol az a szólásmondás járja, hogy csak a széklábat nem fermentáltuk még eddig. Igazából van egy ilyen kis közösség, aki mindenre nyitott, és mindent hajlandó kipróbálni. A fermentálás az összehozza az embereket, ugyanúgy, ahogy a kovász is összeköt. Ugye a baktériumok is egyrészt boldoggá tesznek, másrészt pedig együtt tesznek boldoggá. De azt látom, hogy az online térben kezdett el kialakulni egyfajta közösségünk. Ugye 2017-ben augusztusában, tehát 2 évvel ezelőtt hoztam létre egy Facebook csoportot. Igazából azért, mert tanulni szerettem volna erről az eljárásról én magam is, mert nagyon sok mindent nem tudtam, és nem volt, akivel magyarul beszélgetni tudtam volna ezzel kapcsolatban. És akkor eleinte csak néhány százan voltunk, most már 12 000-en vagyunk a csoportban, és eszméletlen pozitív diskurzusok folynak nap, mint nap, olyan kérdések kerülnek elő, amitől az ember állandóan tanul valami újat, tehát igazából így a kutatói vénáját is kiszolgálja az embernek ez a fajta tevékenység, és ugye így indult az, hogy az újonnan belépők mindig ugyanazokat a kérdéseket tették föl, akkor elkezdtünk egy fix felületet létrehozni, egy blogot, ez a Fermentor blog, ahol az alapvető tudás olvasható, akkor a blogon kívül a csoportban is van egy ilyen leckegyűjtemény, ahol több száz különböző témában recepteket alapanyagok szerint kereshetnek a résztvevők. És hát most érkezik el az ideje annak, hogy az online térből kilépve egyre többen, több helyen kezdjünk el találkozni. Ugye vannak tanfolyamok, ahol összegyűlünk, de ilyen rendezvényeken is, mint a Gyűjtment Fesztivál, vagy pedig majd fogunk külön szervezni kifejezetten fermentálók szerelmeseinek találkozókat, ahol egymás termékeit fogjuk kóstolgatni. Hát így nagyon... azt kell mondjam, hogy nagyon pozitív. Egyrészt az, hogy az emberek... saját tapasztalataiból az szűrődik le, hogy mindenkire jótékony hatással van ezeknek az ételeknek a fogyasztása. Kísérletező kedvet, inspirációt ad a mindennapokhoz, visszaadja a lelkesedést, jó érzés megosztani az örömünket, a kudarcunkat, mindenfélét megbeszélni a másik emberrel. És egy olyan csapat, egy olyan légkör alakult ki, hiába vagyunk 12 000-en, mint hogyha egy ilyen kis család lennénk igazából mindannyian. A Gyűjtment szó számomra egy ilyen édeskés hangulatot idéz elő. Én magam mindig gyökértelennek tartottam saját magamat, ugyanis az én családom sok helyről származott, sok helyre költöztünk, sehol sem éreztem igazán azt, hogy én otthon vagyok valahol. Aztán egy idő után rájöttem, hogy ott vagyok otthon, ahol a szívem, lelkem ott van, tehát a közösségünkben vagyok otthon. Akár a fermentálók közösségében, akár bárkivel együtt, akivel ezeket az örömöket meg lehet osztani, akikkel lehet közösen dolgozni. És igazából számomra ez a fesztivál is, amit most itt tapasztalok, illetve az emberek egymáshoz való viszonyulása, hozzáállása, leginkább egy pókhálóhoz hasonlít, ahol minden szál kapcsolódik valahogy a másikhoz, és nem is feltétlenül egy pók csücsül a közepében, de hogyha egy pók csücsül a közepében, akkor az az értékteremtésre való törekvés.